Közel 2,5 éves szervezés és várakozás után jutunk talán a végére, hogy megnyithatjuk a Találkozás című kiállításunkat, melyet a Magyar Művészeti Akadémia rendez az 52. Budapesti Eukarisztikus Világkongresszus tiszteletére. Ezt a kongresszust 2019-ben hirdették meg, miszerint 2020-ban rendezik Budapesten a kongresszus, de a Covid-járvány közbeszólt, így 2021-re tolódott mindenki bánatára. A szervezést még 19-ben elkezdtem, mint az Akadémia Ipar és Tervező Művészeti Tagozatának a tagja. Teljesen önfeledten vállaltam fel, hogy rendezzünk egy ilyen kiállítást. Elkezdődött a szervezés, aztán le kellett állni, teljes mélypont, és idén tavasszal derült ki, hogy valóban megvalósíthatjuk ezt a kiállítást. Miért vállaltam? Azért gondoltam, hogy szükség van erre a kiállításra, mert egy több mint 1000 éves keresztény múlttal rendelkező ország vagyunk, nyugat és kelet között, mint egy bástya, folyamatos harcban. Ezt tetőzte meg még ez a pandémia is. Úgy gondolom, hogy szüksége van az embereknek egy kis megbékélésre, segítségnyújtásra. Minél tovább húzódott ez a várakozási idő, annál jelentőségteljesebbnek érzem az eseményt. Úgy gondolom, hogy a művészeknek is valamilyen módon hozzá kell járulni ehhez a kongresszushoz, és ehhez a gondolathoz, ehhez a segítségnyújtáshoz. Nem mindenki tud a hétköznapi dolgoktól elemelkedni, a művészet pedig ehhez nyújt segítséget, láthatja azt, amit nem lehet elmondani. Törekedtem sokféleségre, festőművészek, grafikusok, szobrászok, ötvös, üveges, kerámikus és kárpitművész fog kiállítani a rendezvényen. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen művek születnek. Felkértem olyan művészt, akinek az életét betölti a vallás, és tudom, hogy az egész munkássága erről szól, és felkértem olyat, akiről nem tudtam ezeket a dolgokat, de nagyon szerettem a munkáit, és kíváncsi voltam, hogy milyen műveket hoznak létre. Úgy gondolom, nagyon változatos, már a műfajból kifolyólag is, de amúgy is nagyon változatos anyag, nagyon változatos gondolatok és válaszok születtek erre a feltevésre. Magának a vallási ábrázolásnak szintén évszázados múltja van, és nagyon nehéz feladat 21. századi módon reagálni erre a témára. Nagyon szép találkozásaim, beszélgetéseim zajlottak a művészekkel. A Budapesti Vigadó Galériában a földszinti termet és az alatta lévő kiállító részt kaptuk meg. A földszinti teremben egy utolsó vacsora installációt készítünk, melynek közepében Hefter László által készített üvegkereszt jelképezik Jézust, és 12 meghívott művészt kértem föl, hogy alkotásaival hozzájáruljon ehhez az utolsó vacsora kiállításhoz. Az alsószinti kiállítótérben egy általános képzőművészeti kiállítást rendezünk, amelyben azért az üvegműtárgyak nem a képzőművészethez tartoznak szorosan, de manapság az üvegművészek is inkább képzőművészeti alkotásokat hoznak létre. Kerámia, ötvös szobrok, fotó, festmények, grafikák, digitális nyomatok és kárpit szerepel. Hauser Beátának az volt a kívánsága, hogy egy kereszt legyen, vagyis jelenjen meg a fő falon, ami elé lesznek a különböző művészek által készített munkák felállítva. De nagyon sok gondolat és terv fölmerül egy ilyen feladatnál. Tulajdonképpen mindig az van előttem, hogy a terekbe a fény által teremtődik egy képi világ, és ez a képi világ ez értelmezhető és gondolatébresztő, és leginkább a vallásos épületekben erősíti a hitet, a hittel való
együttlétet. És azért örülök az ilyen jellegű kiállításoknak, mert az emberi lelket, az emberi érzelmet, ami nélkül nincs, szerintem értelmes és kultúrált élet, helyezi az előtérbe, és egyenesen a lelkekhez és a szívekhez szól. Amikor Hauser Beáta szólt, hogy az eukarisztia kiállításra adjak be munkákat, akkor egyszerre megijedtem, de meg is örültem. Hát az ijegység az azért volt, hogy hol van az a pont, amikor az ember tényleg ki tudja fejezni azokat az összetett érzelmeket, ami a jézusi átváltozáshoz, feltámadáshoz kapcsolódik, és ezt lehet egyáltalán vizuálisan ábrázolni. 12 proféta is, mint egy installáció szerepel a kiállításon. Fura módon én Bertalan apostolt választottam. Ez teljesen új munka, nemrég készült. Én vallom azt, hogy nem a mindennapi szépséget akarom megjeleníteni, hanem inkább ennek a felvállalása inkább egyfajta küzdelem, vagy néha vezeklés, vagy néha egy olyan fajta megvilágosodás, túlélés, erőgyűjtés egy újabb lendülethez, ami a hit által, vagy akár a remény által lehetséges egyedül. Nagyon köszönöm a szervezőknek, a segítőknek, és legfőképpen a művészeknek a kiállításhoz való hozzájárulásukat, a munkáikat. A kiállítás szeptember 1-én nyílik, és október 10-éig tart nyitva. Remélem, hogy valóban találkozunk, ezért mindenkit szeretettel várunk.